A tavalyi negyedik hely után mindenképpen szeretett volna előrelépni a 100. születésnapját 2019-ben ünneplő MMTK. A bajnokságot két vereséggel kezdték a szalkaiak, aztán viszont egy hosszú győzelmi sorozat következett. A tavaszi folytatásban becsúszott újabb két vereség és egy döntetlen, de jöttek a győzelmek is, így végül az északkeleti csoportban a legtöbb gólt, 653-at szerezve a második helyen végzett Vakarcs Krisztina együttese. A gólkirályi cím a 198 találatig jutó Máté Szalkai Kis Brigittáé lett. Mindenképpen a bajnoki dobogóra szerettünk volna felkapaszkodni. A bajnokság értékeléséről csak annyit, ugye, hogy egy füzes, ami ide került ebben a bajnoki szezonban hozzánk, aki azt mondhatom, hogy egy NB1-B-s kerettel rendelkezik. Ennek megfelelően el kell ismerjük, hogy ők voltak a bajnoki szezonban a legjobbak, meg is nyerték a bajnokságot. Azonban az ezt követő csapatok, 5-6 csapat olyan volt, akinek a játékos állománya és a felkészültsége is bizony-bizony fejfejmet kiérez, küzdelmeket hozott, és ebben a csatában, az utolsó mérkőzésen is még volt szerepe annak, hogy győznünk kell. Igaz, a bajnokság befejezése előtt már néhány héttel azt tudtuk, hogy a dobogón végzünk mindenképpen, de az utolsó bajnoki mérkőzésen dőlt el az, hogy ezüst vagy bronzérem lesz ez a dobogós helyezés. Az ezüstérmet bebiztosító Debrecen elleni meccsen befejezte pályafutását Vakarcs Krisztina, aki az elmúlt 5 évben játékos edzőként szolgálta a csapatot. Mindenképpen ezüstérmmel a nyakamban szerettem volna lezárni ezt a 25 évet. Én azt gondolom, hogy sikerült is. Az 5 év alatt ugye a mérlegem az 2 aranyérem, 2 negyedik hely és 1 második. Én azt gondolom, hogy sikeresen letudtam ezt az 5 évet Máté Szalkán. Vakarcs Krisztina után egy Máté Szalkán már korábban dolgozó szakember ül le az MMTK kispadjára. Az új edző pedig örömteli tényként jelentem be, egy régi visszatérő, és már dolgozott nálunk, Falcsik Miklós, akit a következő bajnoki szezonban, a 2019-20-as bajnoki évadban az északkeleti csoport női NB2-es csapatának megbízását vállalt el. Így a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata most új impulzusokkal, új lehetőségekkel és új tervekkel vár neki majd ennek a szezonnak. Torma Tamás elmondta, a játékos keretben nem várható jelentős változás, a szezonzáró vacsorán a felnőtt keret valamennyi tagja közös folytatás mellett tette le a voksát.